És aztán 12 éves vagy, mikor már frankon azt mondják rá, hogy kiskamasz, az a legtutibb időszak, mert már dörzsölt vagy, rafkós vagy, már ki tudod játszani a szüleidet is, de még nem zavarnak össze azok az érzések, amik aztán egyszer csak kamaszként így vum, megérkeznek. A szüleid, akiket eddig a hőseidnek tartottál, egyszer csak úgy utálod őket, mint a szar. És magadat is nagyon utálod, nagyon elcseszettnek érzed magad, és az is vagy. Ugye, de van valaki, aki előveszi a 15 éves kori fotóit, és ránéz, és azt mondja, hogy ez az életem legjobb korszaka, ahol furunkulusokkal a homlokomon, feketére festett szája, a patkánnyal a vállamon. De kár, hogy elmúlt. Örülsz, hogy túl vagy rajta. Fiúként elkezdesz mutálni, én azt már el is felejtettem, milyen vicces, mikor odajött hozzám múltkor egy srác, hogy hello! Kérhetek egy autogramot? Nem mondom, kérdezed, vagy mondod? Ugye, hogy lakik a torkodban egy mókus, amelyik megpróbál Darth Vader hangon beszélni, és az angol úgy mondja, my son is changing voice, a fiam hangot változtat, mintha te dönthetnéd el, hogy miről, mire, közben végig ez jár a fejedből, hogy teljesen mindegy, hogy milyen lesz a vége, csak ne ez maradjon. Lányként még rosszabb, úgy kezdesz el sminkelni, hogy nem tudsz. Mi meg látjuk reggel a buszon ennek az eredményét. És megnyúlnak a végtagjaid, vágod a pofákat, semmi se jó. Unokahúgaim most nőtték ki a kamaszkort, hála a jó Istennek, úgy leépítették az önbizalmamat. Ők voltak kamaszok, és nekem nem maradt önbizalma. Az összes ilyen családi összejövetel úgy zajlott, ültünk ott nálunk, mert ott fértünk el, én ott sziporkáztam. Én azért tudok sziporkázni, nem? Hát rám emberek jegyet vesznek. Ezek meg ott ültek az én nappalimban, ingyen. És bármit mondtam neki. Ha. Tényleg nagyon vicces. Ne pimaszkodj, hogy megmond a kapádnak. Ő is nagyon vicces. Úristen, te gászalad. Hála jó Istennek, hogy kinőtték. Borzasztó, lányként gyűlölöd a testedet. Túl vastag lett a combom, de nem nőtt meg a mellem. Nem baj. Befestem a hajam pirosra. Így fejezem ki, hogy mekkora egyéniség vagyok. Csabi, te hogy fogod kifejezni? Én veszek egy Mortensz bakancsot. Ez jó. Csak ne szólalj meg. Mert ugye, fiúk, egy darabig elviszi a lányoknál a műsort az, hogy magas vagy, vagy jó a friszkód, vagy menő a szerkód, vagy te vagy az a hallgatag srác, ugye? Nem véletlenül. De egy idő múlva meg kell szólalni, és azok az őszinteség pillanatai, el kell kérni a csaj számát. Oda ballagsz a kis kiszemelthez. Még ez vicces, mikor ezt kopaszon csinálják, tudom. Reflexek nem múlnak. Hello! Ott dülborul minden, kész. Ráadásul én csóró kamasz voltam, én nem tudtam ilyenekkel kifejezni az egyéniségemet, hogy menő a szerkom, vagy jó a frizum, vagy magas vagyok. Nem volt rá pénzem. Most sincs. Nekem olcsó megoldásokban kellett gondolkodnom, például volt 2 hét, amikor gimibe hátizsák helyett vödörrel jártam. Mekkora arc vagyok már. Ez a klasszik ovális, disperzites vödör. Tornazsák, matek füze. Vágtak kezem, mint a rossebb. Egy alternatív. Aztán, ahogy fogytak a barátaim, újra visszajött a hátizsák. És az a baj, hogy beszóltak, vissza se tudtam szólni. Mi a vödrös köcsög? Anyád a köcsög? Szörnyű a kamaszkor, szörnyű, össze vagy zavarodva érzelmileg, hormonálisan, a végtagjaid összegabajodnak, és ez az a pillanat, mikor az iskolában is azt mondják, hogy most tömjük meg az agyát mindennel, mindennel. 30 éves háború, 1618-tól 1648-ig, a piros, a zöld komplementere, Pécs fekete kőszél, Ajka barna közben, nagyjám, máig nem tudom, hogy néz ki a barna közben. Tudod, hogy néz ki a barna közben? Nem. Csíkos négyzet a térképen, ennyit tudunk. Miért van itt benn? És a legrosszabb mindehhez fiúként, hogy megállás nélkül áll a ceruzát. De mindenre. Mindenre, ugye? Mindenre. Miért nektek mi volt? Ülsz a buszon, rezeg a szék.
Megfúj a strandon a szél. Rád köszön haverod anyja. Csókolom. És én egyházi gimiben jártam. És nekünk elmondták, hogy a paráznaság halálos bűn. Halálos bűn, a pokoltüzén égsz meg, de nem csak elkövetni, rá gondolni is. Mondjál még ilyet tényleg egy 15 éves fiúnak. És én komolyan vettem, én úgy voltam ellen, nem gondolok rá. Tiszta maradok, másra gondolok. Pina. Igen, mert fiúként, ahogy ivaréretté válsz, akkora pornósztár leszel a saját fejedben, mert nyolcadikban megy a szöveg a tesi öltözőbe. Hallod, figyelj, hogy nőt kapok. Hallod? Nőt kapok, hallod? Hogy meg fogom, rakom nyélre, hallod, pakolom, ahogy... Így meg fog, így. Bocsánat, nem ezért hoztam. Elnézést. Elragadtattam magam, elnézést. Tehát megy a szöveg, hogy te majd így, meg majd úgy, meg majd... És akkor most tényleg őszintén férfiak itt a teremben. Mindenki gondoljon vissza az elsőre. És mindig nők kuncognak, mert ők látták, milyen szerencsétlen gyíkok voltunk. És férfiak, mi az, ami most emlékként visszajön, hogy... Nem lehetne jövő héten? Fázik a lábam. Hideg a csaj keze, úristen, milyen illata van ez a bőre vége. Pst. Ez nem az az emlék, amit most férfiként úgy idézel vissza, hogy kurtam. Ez az, amit úgy idézel vissza, hogy én nagyon gyorsan felöltöztem és hazamentem. És nekem a keresztapám tök jó fej volt, mert ő át akart engem lendíteni ezeken a kezdeti nehézségeken. Ő tök jól érezte, hogy egy keresztapa dolga az, hogy apád legjobb haverjából a te legjobb haverod legyen. És sose felejtem, mert 14 éves voltam, oda jött hozzám, azt mondja, na, Bandikám, figyelj ide. Mennyi vagy? Figyelj ide. 14. Na, figyelj ide. 15 leszel, figyelj ide. Elviszlek a kuplerájba. Ott majd el leszel kapatva, megveszel húzatot, vagy hallod, úgy telt el egy év az életemből, így... Ja, Istenem, mi lesz a szülinapomon? Végre nem legó. Azért éles váltás. És ott álltam 15 évesen, kifürödve, kimosakodva. Jött keresztapám, na. Jó van, Bandikám, figyelj, de mennyi vagy? 15? Figyelj, 16 leszel. És nem tudom, vagy feledékeny volt, vagy szarrágú. A lényeg, hogy végül 23 évesen lépnem kellett. Röhögünk, de tényleg. És olyan furcsa, hogy a természet pont fordítva gondolja, mint az egyház. Mert ugye az egyház azt mondja, hogy a paráznaságnak még a gondolata is halálos bűn, ha nem utódnemzés a célja. A természet pedig pont azért rakta beléd a csillapíthatatlan vágyat és a gondolatot. Mert a természet viszont mindenáron utódot akar. Most képzeld el, ha az állatok csak úgy, akkor és azért párosodnának, hogy majd utód. A macskád, a saját macskád elbeszélgetne veled, hogy... Hát én két kis cicát szeretnék. Egy cirmosat, meg egy fehéren. Két év múlva addig a karrieremre koncentrálok. Így elbeszélgetné vele, hogy figyelj ide, cirmi. 6 lesz. Idén. 2-szer. 9 apától. És annak örülj, ha nem ugatnak. Hogy az antilopok a szavannán, Afrikában. Figyelj, én ide biztos nem szülök, azt most megmondom. De hova, hogy? Fél évig nincs víz. Eszük ezt a száraz szart. Minden tiszta oroszlán, lófasz, köz biztos. Dehogy szülök. Esetleg, ha jó eszű gyerek lesz, eljut egy európai állatkertbe ösztöndíjjal, de... Szóval a természet pontosan tudja, hogy mit akar tőlünk, és az a legnehezebb talán a kamaszkorban, hogy egyszer csak egy reggel arra ébredsz, hogy kész, vége. Ennyi volt a gondtalanság, a súlytalanság, az öröknek hitt gyerekkor. Egyszer csak hirtelen mindennek súlya lesz.
meg tétje, meg hosszú távú következményei. Egyszer csak valódi húsvér felnőtt érzésekkel kell megküzdened, és senki nem mondja el, hogy ezekkel mit kell csinálnod. Halálosan, reménytelenül szerelmes vagy. Négyen piszkálnak a felsőbb évesek közül. Hétfőn olyan föci nagy dogát írtok, hogy beszart. És akkor ehhez képest, vasárnap délután, anyádnak mi a legnagyobb problémája? Poros a szobád. Mi ez a kupi? Hogy lehet így élni? Hogy lehet egyáltalán élni 15 évesen? Ezért, hogy egy újabb tövist kihúzzak az emberi kapcsolatokból, hoztam egy dalt. Hát, ha ezzel békét teremtek a kamaszok és szüleik között. Ez a dal a kamaszok összetett érzelmi világát tárja fel, bonyolult arckifejezéseik alapján. És azt most el fogom énekelni. Nem tudok énekelni, de most már mindegy, mert megvették a jegyet. Molban van. Benne van az ilyen kamaszos, ilyen búvalbaszottság. Anyám nem tudja, mi vagyok, mert nem ismer és nem ér. Én meg akarok halni, ő meg leküld tejért. Nem akarok tanulni, mert épp érzéseim vannak. Mondd, nem tudod, mi bajom, anya? Mondd, ennyire vak vagy? Na figyelj, ha szomorú vagyok, az ilyen. Ha fáradt vagyok, az ilyen. Ha csalódott vagyok, az ilyen. Mit nem értesz ezen, atya? Ideges vagyok, az ilyen. Ha kanos vagyok, az ilyen. Ha másnapos vagyok, az meg ilyen. Mondd, mit nem értesz ezen, te ostoba tyúk. Köszönöm szépen. Hamarosan folytatjuk.